A Magyar Kézilabda Szövetség egy háromlépcsős program keretében több mint 1000 serdülőkorú gyerek képességeit méri fel ezekben a hetekben. Kedden Nyíregyházán a megyeszékhelyről, Fehérgyarmatról, Kisvárdáról és Nyírbátorból érkező fiatalok végezték a szövetség szakemberei által előírt feladatokat. Elsősorban a technikai képességeket nézzük. A labdavezetés, a kapuralövési technikák, a cselezési technikák, kérlek szépen nézzük a védekező alapmozgásoknak a végrehajtását, és utána pedig egy következő fázisban pedig játékkészséget nézünk náluk. Ez még a tudás megalapozásának az időszaka, még jelen pillanatban olyan technikákat és olyan taktikákat és olyan felkészítést kapnak, amivel tulajdonképpen a későbbi magasabb szintű technikai-taktikai tudást alapozzuk meg, valamint a játéknak a jártasságát próbáljuk kialakítani náluk. A szövetség megyei szakfelügyelője szerint fontos lenne, hogy a kézilabdázók 14 éves koruk után is a megyében maradva bontakoztassák ki tehetségüket. A megyénkben sok gyerek van. Sok gyerek van, de érdekes, hogy a 110-valahány csapat 70% az csak 7-8-9-10 éves kor. Viszont az, hogy ezekből a megkezdett sportoló palántákból lesz-e majd serdülő ifi, hát ez még messze van. Tudom, hogy nagy a csábítás. Tudom, hogy a Dunántúlon rengeteg keletről elszármazott, és a megyéből is elszármazott gyerek van, de valamit lehetne lépni, hisz legközelebb Cegléd és Szegeden van. Például férfi élsport. Elviszik a gyerekeket, és ezek jó genetikai adottságúak. Nem kell messze menni egy Bodó Ricsi, egy Máté Dominik, egy Borbé Maci, de egy Kecskeméti, Török, Mikita, ezek nemrég még itt pattogtatták a labdát. Budapest és Pest megye után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a legtöbb igazolt kézilabdázó, a sportág pedig továbbra is népszerű a fiatalok körében. Nem csak a megyében, hanem az egész országban zajlik egy olyan baby boom egyébként ebben a korosztályban, ahol a gyerekekből egyre többen választják egyébként a kézilabdát, mint sportágat, és nekünk, mint megyei szövetségnek nagyon fontos, hogy egyébként ezt a megnövekedett létszámhoz igazodva a játékvezető és a versenybírákat is tudjuk növelni, ezeknek a létszámát, és van egy elvárás egyébként a Magyar Kézilabda Szövetségtől, hogy nem csak növeljük ezeket a létszámokat, hanem egyre fiatalabb korosztályt szólítsunk meg. A megyei kiválasztón túljutó fiatalok egy területi rostát követően kerülnek az országos kiválasztóra. Az ottani 60 gyerek legjobbjaiból alakítják majd ki a serdülő válogatott bőkeretét.